Sziasztok, Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon. A mai videóban olyan filmeket fogunk megnézni, amik 2020-ban várhatóak és könyvadaptációk. Tavaly évvégén is csináltam egy 2019 legjobban várt könyvadaptációi videót, és ezért úgy gondoltam, hogy ennek a mintájára elkészítem a 2020-as verziót is, és ebben a videóban csak olyan filmeket, illetve pár sorozatot fogok megemlíteni, amik ténylegesen 2020-ban várhatóak. Sorba fogok haladni, tehát kezdeném rögtön a januárral, ahol az első megjelenés az a The Outsider, azaz a kívülálló, ami Stephen Kingnek a könyvéből készült, és január 12-én fog megjelenni. Ez egyébként egy amerikai megjelenési dátum, tehát nem tudom pontosan, hogy itt nálunk Magyarországon mikor fog megjelenni, de minden egyes kis film vagy sorozat előtt megemlítem majd, hogy magyar vagy amerikai megjelenésről van szó. Itt ebben az esetben ugye amerikai megjelenésről van szó, és ennek a filmnek már a trailerét egyébként megnéztem a napokban, és nagyon-nagyon jól néz ki. Ugye ezt a könyvet olvastam én novemberben, és alapvetően nekem egyébként tetszett, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ebből a sorozat, mert a trailer alapján egyébként nagyon-nagyon jól néz ki. Annyi a kivetésem, hogy én a főszereplőket nem egészen így képzeltem el, és nem ilyen színészi gárdát képzeltem volna el hozzájuk, de egyébként érdekesnek és reménytelinek tűnik. Ez egy 10 részes sorozat lesz, és az HBO feldolgozásában készült, és itt a főszereplők Jason Bateman, Ben Mendelsohn és Mark Menchaca, vagy Menchaca, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni a nevét. Jöjjön a következő, ami nem más, mint a Dolittle. Itt ugyebár a könyv a Dr. Dolittle utazásai, tehát ebből készült a film is, és itt január 16-án van a megjelenés, és ez már a magyar megjelenési dátum, és rengeteg-rengeteg híres színész játszik benne, például Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Emma Thompson, Rami Malek és Tom Holland is játszik benne, úgyhogy ígéretesnek tűnik, ahogy néztem a képeket, így a filmből. Nagyon-nagyon jól néznek ki, úgyhogy kíváncsian várom egyébként. Január 24-én érkezik a The Turning, ami egy amerikai megjelenési dátum, és itt a könyv, amiből a film készült, az a Csavarfordul 1-et, amit Henry James írt. Ez elvileg egy horrorfilm lesz, amit nem biztos, hogy célszerű lenne nekem megnézni, de Harry James-től már olvastam könyvet, és az nem volt olyan rossz. És mivel szeretem egyébként a horror könyveket, tehát nem a filmeket, ezért lehet, hogy inkább itt elolvasnám a könyvet, és esetleg utána megnézném a filmet, de lehet, hogy csak a könyvet olvasnám el. De itt is egyébként, akit megemlítenék, aki ebben a filmben játszani fog, az Finn Wolfhard, ugye ő a Stranger Things-ben is játszott, tehát onnan ismerhetitek. Egyébként minden filmhez, bár ezt most már láthattátok, de mindegyik filmhez fogok betenni ide mellém képeket, hogy kik azok a színészek, akik játszanak benne. És akit még megemlítenék, az Mackenzie Davis, aki még szintén játszik ebben a filmben. Február 12-én fog megjelenni, ami egyébként egy amerikai megjelenés, a P.S. I Still Love You, azaz utóirat, még mindig szeretlek. Ez ugyebár Jenny Hannak a könyvéből készült, és itt az első rész a fiúknak, akiket valaha szerettem, és abban is ugye már nyilván megjelent a film, és ez most a folytatás, tehát a második rész. Így Valentin nap előtt pár nappal szerintem tökéletesen beidőzítették ezt a filmet, és a Netflix gondozásában fog megjelenni ez a film. És itt ugyebár a főszereplők az Noah Centineo, Lana Condor, John Corbett és Ross Butler. Én még nem olvastam a könyveket, és a filmeket sem láttam, úgyhogy lesz mit bepótolnom, mert egyébként tervezem olvasni a könyveket is, és utána jó lenne megnézni a filmeket is, de lehet, hogy fordítva fog egyébként történni, mert lehet, hogy előbb nézném meg a filmet, és utána elolvasnám esetleg a könyvet, nem vagyok még benne biztos, de mindenképpen érdekel. Február 20-án fog megjelenni a Vadon hívó szava, ami egyébként egy magyar megjelenés, és itt a kis könyv, amiből készült, az Jack Londonnak a Vadon szava című könyve, tehát itt játszottak egy kicsit a névvel, mert gondolom a Vadon hívó szava az jobban hangzik így a filmek terén, vagy nem tudom pontosan. És itt is nagyon jó kis szereplőgárdát sikerült összeállítani. Méghozzá Harrison Ford lesz benne a főszereplő, illetve játszik még benne Karen Gillian és Bradley Whitford is. Február 27-én, ami egy magyar megjelenés, jön a The Invisible Man, azaz a láthatatlan ember.
Ezt ugye H.G. Wells írta, és ez egy sci-fi könyv, és kíváncsi leszek egyébként rá, mert olyan sok sci-fi filmet egyébként nem néztem szerintem 2019-ben, de a könyvet itt nem olvastam, és egyébként ismertem előtte, de sose vettem magamat rá arra, hogy olvassak ettől a szerzőtől, pedig azért egy klasszikus sci-fi szerzőről van szó, úgyhogy érdemes lenne itt is tényleg elolvasnom a könyvet és utána a filmet, de kb. Egyébként ebben a videóban szinte ez egyébként a protokoll nálam kb., hogy tényleg először elolvasnám a könyvet és utána a filmet belőle. Itt pedig akik játsszák benne a szerepeket, az Elizabeth Moss, Aldis Hodge és Oliver Jackson Cohen. Jöjjön az All the Bright Places, azaz a Veled minden hely ragyogó, ami február 28-án fog megjelenni, méghozzá Amerikában. Ezt a filmet végül is azért tettem fel a listára, mert úgy gondolom, hogy közületek is biztos van olyan, aki olvashatta. Én nem tervezem olvasni a könyvet, annak ellenére, hogy a film egyébként érdekelne, mert egyébként akik szerepelnek benne, én őket szeretem egyébként, tehát Elle Fanning és Luke Wilson, én mind a két színészt egyébként nagyon szeretem, és egyébként még Justice Smith is játszik benne. Netflixen fog megjelenni, és igazából ugye ez egy ifjúsági történet, ami kicsit így a fülszöveg alapján egyébként tényleg olyan tipikusnak tűnik, de mondom, hogy Elle Fanning és Luke Wilson miatt szerintem meg fogom nézni. De amit biztosan tudok, hogy meg fogok nézni, méghozzá március 18-ától kezdődően, mivel egy sorozatról van szó, és ez szintén egy amerikai megjelenés, a Little Fires Everywhere, azaz a kis tüzek mindenütt, ami ugyebár Celeste Innek a könyvéből készült. 8 részes lesz a sorozat, és a Hulu forgalmazásában fog megjelenni, és ez lesz az a sorozat, amit tényleg először a könyvet mindenképpen el kell olvasnom, mert Celeste Innek a másik könyvét nagyon szerettem, az egyik kedvenc könyvem, és mindenképpen el kéne olvasnom tényleg először a könyvet itt, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és nem is értem, hogy mi tart ennyi ideig nálam, hogy elolvassam a könyvet. Úgyhogy most megvan a motiváció, mert így, hogy jön a sorozat, így mindenképpen el kell olvasnom. Itt pedig a főszereplő gárda Kerry Washington, Reese Witherspoon és Rosemary DeWitt. Április 9-én, ami egy magyar megjelenés, fog jönni a Nyúl Péter 2, azaz a Nyúl cipő. Azért említeném meg ezt a mesét, egy az, mert az első rész szerintem nagyon jó volt, a második pedig, hogy Beatrix Potternek a mesekönyvei igazából adják az alapot ezekhez a filmekhez, és én nagyon-nagyon szeretem Beatrix Potternek a meséit és az illusztrációit is, és úgy gondoltam, hogy ezért meg fogom akkor is említeni. Itt a főszereplők az Rose Byrne, Domhnall Gleeson, akit egyébként én nagyon-nagyon szeretek, és az egyik kedvenc színészem, illetve pár kis nyulacskának a hangját fogják a következő színészek adni, mint például Margot Robbie, Daisy Ridley, vagy akár még James Corden is. Április 17-én, ami egy amerikai megjelenés, ekkor fog érkezni a Titkos kert. Igen, ez az a Titkos kert, tehát a klasszikus Frances Hodgson Burnett fajta Titkos kert, amit én könyvben is és filmben is nagyon-nagyon szeretek. Viszont itt ennél a filmnél számomra aggályok léptek fel, így, hogy láttam a trélert a napokban, mert nekem eddig így egy csalódás tréler alapján, bár annak ellenére szeretném megnézni a filmet belőle tényleg, hogyha majd kijön áprilisban, de én nem számítok sok jóra, annak ellenére, hogy Colin Firth játszik benne, és őt pedig nagyon szeretem, de nekem túlságosan mű lett a képi világ, és a másik, az 1994-es adaptáció így filmben, amit én nagyon szeretek, és abban pont azt tetszett, hogy olyan valóságos volt, és nagyon jól tükrözte a könyvnek a hangulatát, és itt ebben a 2020-as verzióban nekem túlságosan mű a képi világ, és nem tükrözi azt a kicsit borongós, kicsit szomorkás hangulatát a könyvnek, és én ezt hiányolom belőle. Aztán lehet, hogy tévedni fogok, és lehet, hogy a végén mégis tényleg egy jó filmről lesz szó, de egyelőre még nem látok olyan nagy esélyt rá, hogy nekem annyira tetszene, de mivel ennyire szeretem ezt a történetet, ezért mindenképpen meg fogom egyébként nézni, és aki még játszik benne, az Julie Walters is, akit hát a Harry Potter filmekből is ismerhetünk. Augusztus 14-én érkezik a The One and Only Ivan, azaz Ivan az egyetlen, ami egy amerikai megjelenés lesz.
Itt is egy meséről van szó, és hogyha jól tudom, akkor egy gorillát követhetünk. Nem tudom pontosan, hogy miről szól a történet, de már nagyon-nagyon sokszor láttam a könyvnek a borítóját is, illetve a filmről is hallottam már jókat, vagyis hát a szereplőgárdákról hallottam jókat, ugyanis a filmről még nem lehetett jókat hallani, ha még meg sem jelent. Szóval itt egyébként a szereplőgárda az úgy néz ki, hogy ugye itt a hangokat adták a színészek, a karaktereknek, méghozzá Angelina Jolie, Sam Rockwell, Danny DeVito. Aztán ugrunk egy nagyot méghozzá októberre, ugyanis október 9-én fog érkezni, ami egy amerikai megjelenés, a Death on the Nile, azaz Halál a Níluson. Itt ugyebár egy Agatha Christie feldolgozásról van szó, és hát egy 3 évvel ezelőtt, vagy egy 2 évvel ezelőtt, nem tudom pontosan mikor, de ugye az Orient Express-t is feldolgozták, és ugyanaz a főszereplő, aki a Poirot játsza, lesz szintén benne, aki Kenneth Branagh, nem tudom pontosan az ő nevét kimondani, és játszani fog még benne Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, és Letitia Wright is. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként erre a feldolgozásra, mert szerintem az Orient Express is nagyon jól sikerült, és természetesen ugyanazt tudom itt mondani, hogy szeretném először a könyvet gyorsan elolvasni, és utána megnézni a filmet, mert emlékszem, hogy az Orient Express-t is úgy csináltam, hogy elolvastam először a könyvet, de akkor már megjelent egyébként a film, és miközben olvastam a könyvet, hozzáhallgattam a filmnek a zenéjét is, és akkor így kaptam egy kis betekintést, hogy mi várható így a film kapcsán is. Október 9-én érkezik, ami egy amerikai megjelenés, a Roald Dahl-féle Boszorkányok. Azért említettem meg ezt a filmet ide, mert eleve a rendező, aki nem más, mint ugye Robert Zemeckis, ő rendezi ezt a filmet, ami eleve már egy nagy plusz, illetve itt a producerek Guillermo del Toro és Alfonso Cuarón is, aki szintén nagyon-nagyon jó kis filmeket rendeztek a múltban, és már emiatt egyébként fel lehet figyelni erre a filmre, de hogyha ez valakit nem győzött meg, akkor lehet, hogy a színészi gárda megfog, ugyanis Anne Hathaway játszik benne, Stanley Tucci, illetve Octavia Spencer is játszik benne. Átérünk a decemberre, méghozzá december 18-ára, amikor is érkezik a Dűne. Igen, ez az a Dűne, tehát a Frank Herbert által írt sci-fi könyv, amit most szintén meg fognak filmesíteni 2020-ban, és már nagyon-nagyon-nagyon régóta rajta van a várólistámon ez a könyv, mert tényleg ez egy klasszikus sci-fi könyv, amit egyébként minden sci-fi imádó és olvasó mindenképpen szerintem valaha egyszer elolvasott. Én még ebből kimaradtam, úgyhogy a film előtt érdemes lesz bepótolnom, úgyhogy igazából még egy kicsivel kevesebb, de egy éven van rá, hogy ez megtörténjen. És itt is egyébként olyan szereplőket választottak be, ami egyszerűen pazar, méghozzá Zendaya, Dave Bautista, Timothy Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson és Jason Momoa szerepelni fog benne. Jöjjön az utolsó film, ami december 25-én fog megjelenni, és ez egy amerikai megjelenési dátum. Ez nem más, mint a News of the World, ami nem más, mint a kapitány küldetése. Nekem itt ennél a filmnél az elég volt rögtön, hogy egy az, hogy ismerem a könyvet is, tehát a borítót már rengetegszer láttam Mojon például, hogy olvassák, de ami engem igazán meggyőzött itt ennél a filmadaptációnál, hogy igenis el kellene olvasni a könyvet és megnézni a filmet, az az, hogy Tom Hanks fogja játszani a főszerepet benne. És így, ahogy keresgéltem, hogy milyen filmek fognak jönni 2020-ban, amik könyvből készültek, végre megtudtam, hogy ez a könyv miről szól, mert hogy a borítót már rengetegszer láttam, és tökéletes szerep egyébként ez Tom Hankshez, mert egy olyan embert személyesít meg, aki folyamatosan Amerikát járja, és egy texasi városba érve az ottani emberek felkérik őt, hogy segítsenek megtalálni egy elrabolt kislányt. Tom Hanksen kívül még játszani fog benne Thomas Francis Murphy, illetve Neil Sandilands is. Ezek lettek volna azok a könyvadaptációk, amik 2020-ban várhatóak. Nektek vannak-e olyan filmek esetleg ezek közül, amiket szintén nagyon vártok? Írjátok meg kommentbe, és hát találkozunk jövőre is, ugyanis ez az utolsó videó így 2019-ben. Remélem, hogy tetszett nektek, és köszönöm szépen, hogy egész évben velem voltatok. Megtaláltok Instagramon, Mojon, Goodreads-en és Facebookon. Minden 4 helyen Just a Bookie szólnéven vagyok fent, és hát találkozunk a következőben. Sziasztok!